Köszöntöm kedves nézőinket, ha péntek, akkor kultúrcseppek, ma sem lesz ez másképp. Ez alkalommal a Kubai Fesztiválról hoztunk egy hangulatjelentést. A fesztivál bemelegítő programja egy fotókiállítás volt, ebből láthatnak most egy kis ízelítőt. A Szigetország klasszikus életképeit örökítette meg a kincses kamera fotókör egyik alapítója Szabó Zoltán. Vibráló színek, mosolygós arcok és Kuba kettős hangulata is tükröződött azokon a képeken, amelyeket a fotós vetített le az élménybeszámolóval egybekötött bemutatón. A fotográfus hosszú évek óta készít képsorozatokat egzotikus országokban. Kubában sem most járt először. Fotós társasággal járom ugye azokat a vidékeket, köztük Kubát is. De ugye, ha már említettem Ázsiát, akkor elárulom, hogy Kis-Tibetbe, Indiába, azon belül Rajasztánba és Perzsiába, Iránba szoktunk még járni. És Kubába az elmúlt 3 évben voltunk. Ezek nem hosszú utak, ilyen röpke 2 hetes fotótúrák, többen is megyünk, és hát nem régen jöttünk haza februárban a legutóbbi túráról. Az ország komorabb és vidámabb arca is megismerhető volt a 3 túra alatt, de még így is bőven akadt felfedezni való a karibi térség gyöngy szemében. A kulturális értékek kimeríthetetlensége és az emberek pozitív életszemlélete is mély benyomást tett a fotóművészre. Az első benyomások ugye 3 évvel ezelőtt nagyon vegyesek voltak, mert azért a szocializmusnak a réme azért az még ott él. Kubában rendesen a hiánygazdasággal, titkos rendőrséggel, mindenféle bűbájával, és meg az egésznek a rendezetlensége, hogy nincs piacgazdaság, nem lehet, nagyon nehéz szállásokat találni, nagyon nehéz taxit találni, mozogni, élni, enni, pénzt váltani, telefonálni, szinte mindent nagyon-nagyon nehéz volt a 3 évvel ezelőtti úton. És az idei út volt az első olyan út, amikor egyrészt megtaláltam azokat a vonalakat, amiket érdemes mozgatni és működnek, másrészt felülírták a jó élmények a kellemetlenebbeket. Kuba egy unikum, tehát egyrészt élő szocializmus, amivel nekem azért még volt részem, és ilyen kis keserédes hangulatú emlékek a 70-es évekből, a 70-es évek Magyarországáról. Aztán természetesen a Karib-tengerről van szó, a Karib-térségről, minden vonzerejével, tehát a póder finomságú hófehér, homok, pálmafák, kiváló érlelt rumokkal, ami nagyjából fele annyiba kerül, mint itthon. Nagyon jó zenével, egy élő amerikai autó múzeummal, tehát 50-es, 60-as évekbeli autók furikáznak az utakon, még az autók 1/3 az ebbe a kategóriába tartozik, és ami még az egészet még vagy amihez még hozzáadódik, az pedig a kubai embereknek az életöme, öröme, a kedvessége, spontanitása, barátságossága, tehát hogy nagyon sok-sok pozitívum van, ami az apró kellemetlenségeket felül tudja írni. Találtunk például a boxklubot, ami ott legalább annyira népszerű, mint Magyarországon a labdarúgás, vagy profi táncosokat látogattunk meg, tehát hogy nem csak a turista attrakciókat, sőt azokat inkább azt mondhatom, hogy elkerüljük, hanem próbálunk egy kicsit belopózni az igazi valós kubai életbe. Tehát, hogy az útvonalunkat követjük, Kubán belül Havanna, Santiago de Cuba, ami tehát Kifliank országnak a pont a keleti másik felén csücskében van, és aztán csorgunk visszafele Trinidadba, és egy kicsit a legendás szivarok földjére, Vinyálezbe, meg egy kicsi Karib-tenger is van még benne. Meg nagyon sok rum. A Kincses Kamera nevű fotókör hosszú évek óta működik, amelynek tagjai nyitottak az idegen kultúrákra és az egzotikus fotótémákra. Bátran vállalkoznak a kalandos utazásokra is. Azoknak az embereknek a gyűjtőhelye, akik kiszorulnak a sima rendes ipari turista útról, ahol így rohan az ember a program után, és nincs ideje fotózni, mi pont megfordítjuk ezt a
ezt a hozzáállást, mi fotózni megyünk ki, tehát a legjobb helyeken, a legjobb fényekre igyekszünk odaérni. Egy kicsit ez lehet fárasztó, mert korábban kell kelnünk, hogy kiérjünk a jó fényekre, meg a délutáni fényekre, napközben egy kicsit próbálunk pihenni. Tehát ezeket az embereket próbáljuk összegyűjteni, és ezekre az utakra kalapozolni. Esetleg még bármi fontos, amit szeretnél elmondani? Hát, hogy aki kedvet kapott hozzá, és nem tudom, hogy tudtok-e bevágni képeket majd ez a riporthoz, ha kedvet kaptok hozzá, akkor több képet láthattok a kincseskamera.hu weboldalon. Akik lemaradtak a szemedgyönyörködtető fényképekről, most megtekinthetnek egy kis ízelítőt Szabó Zoltán sorozatából. Szivar, rodeó, dominó, csak néhány a programok közül. Lássuk, mit tartogatott még a Faluház első kubai fesztiválja. Még a pocsolyákban is ropták a latin ritmusokra a Faluház első kubai fesztiváljának látogatói. Az idő ugyan nem volt kegyes a résztvevőkhöz, mégis vérpesdítő hangulat költözött az intézménybe.
A rendezvény tematikája hasonlóan alakult a tavalyi Írkocsma showhoz. A szervezők több irányból igyekeztek ismertetni a különleges kultúrát az érdeklődőkkel. A táncos zenés műsorok mellett kvízjáték, veterán amerikai autók, Kuba nemzeti sportjai, szivarozási kultúrája és más izgalmas produkciók várták a kubai életérzés kedvelőit. A program megvalósításának hátterét a Cseh Tamás program adta. Van egy kedves kollégánk, akinek a sógora kubai táncos, és hát az ő segítségével léptünk kapcsolatba ezekkel a zenekarokkal, akik itt ma föllépnek, illetve van egy táncos csapat is, akik a Salsa Tropical Tánciskola táncos csapat. Lesz egy táncos kubasó, amely egy tulajdonképpen dramatizált táncos történet. Én már tudom a történet lényegét, de jó lenne, hogyha minél többen jönnének és megnéznék. Lesz tánctanítás is, mert az nagyon fontos, hogy azt hiszem, hogy mi rendezvényeinken megszokhatták az emberek, hogy akik, ahol tánc van, ott tánctanítás is van. A tánc mindenkié, nem csak azoké, akik a színpadon táncolnak, és a színpadon táncolók általában nagyon szívesen megosztják a tudásukat azokkal is, akik laikusok, vagy nem laikusok, de szeretnek táncolni. A Lamovida zenekar, akik most éppen felkészülnek a színpadra, egy olyan trió, amelyik a mai kor ízlésének megfelelő, de a hagyományokra épülő kubai zenét játszik. Tulajdonképpen a kubai zene mindig tánczene is, tehát mindig azt lehet mondani, hogy zene és tánc párban jár. Őket a színpadon kicsit később, majd a Kuba Ritmo nevű zenekarját váltja, ez egy 6 fős felállású csapat, akiket akárcsak a Lamovida Kubát szerintem Magyarországról többen ismernek, hiszen ők itt élő kubaiakból álló csapat. A budapesti éttermekben, fesztiválokon ők azért már sokat fölléptek. A Karibi-szigetország változatos, színes világa elbűvölte a budakalászi közönséget. A résztvevők kitartóan próbálkozhattak a fennmaradásért a rodeóbikán, összemérhették boxtudásukat a különleges gumiringben. Dominózni, szivarozni is lehetett, és sok zenés táncos program gondoskodott arról, hogy a változatos latin táncok lépéseit is megismerhessék kicsik és nagyok. De nyereményeső is várta a látogatókat. A Kuba kvíz kitöltésével a művelődési ház különböző rendezvényeire lehetett belépőt nyerni. A faluház dolgozói nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a rendezvényen mindenki megtalálja a számára megfelelő szórakozást. Tudatosan egy családi rendezvény. És tavaly az Írkocsma show, ami az első hasonló rendezvényünk volt, az szintén minden korosztályt megmozgatott. Tényleg a csecsemőtől az aggasztjánig mindenki volt. Úgyhogy mi most is számítunk arra, hogy eljönnek az emberek, egész picik is. De lesznek tényleg logikai játékok, ügyességi játékok, mindenféle, ami játék felnőtteknek is, nem csak gyerekeknek. A fesztiváljaink többsége az arról szól, hogy érezzék az emberek jól magukat. Színvonalas szórakoztatás a célunk, ami kicsit mindig párosul egy kis ismeretátadással is, de alapvetően az, hogy együtt legyenek az emberek, érezzék itt jól magukat, legyen egy felhőtlen jó hangulat, meg tudjanak táncolni, enni, inni finomakat, és én azt gondolom, hogy ez a közösségépítésnek egy nagyon fontos része, mert utána nagyon-nagyon sokszor vettük észre, hogy erre alapozva mi is sokkal a napi munkakapcsolatokat is sokkal jobban tudjuk alakítani. Arra, hogy velünk is van egy jó kapcsolat, akár a közös élményeink vannak a rendezvényekről, akár a pilisi kóstolóról, akár a kalászi igazságokról, vagy máshonnan. A rendezvényen első kézből lehetett megismerni az egzotikus kultúrát a kubai származású hagyományőrök segítségével. A szalszától kezdve a kubai szivaron át egészen a nemzeti sportokig Kuba egész világa elfért azon a standon, amelyet Jorge García mutatott be stábunknak. Igen, ide Budakalásig kezdtünk ezen a szélom, hogy bemutassunk a dunakalászi népek közössége, hogy milyen a kubai szokások, maga a zenei, a dánc, a dohány. Hát egy kicsi bemutatni a mi világunk, a kedves magyar közönséget. A legbüszke azt vagyunk, hogy mi egy nagyon vidám népek vagyunk, és azt szeretném mutatni a magyaroknak, a magyar közönsége, hogy a mi kultúra, hogy a salsa, maga a dánc, a szokásunk,
a kultúra, hogy milyen szép a magyar kuvai kultúra. A magyarok, akik elfogadtak minket Magyarországon, úgy érzem, hogy nagyon, nagyon elfogadtak bennünket, és még azt szeretnék visszaadni a magyar közönsége, hogy megmutassunk, hogy milyenek vagyunk igazából, és hogy jól éreztenek magunkkal velünk. Hogy vették észre egyébként a magyarok, nyitottak a kubai kultúrára, tetszik ez nekik? Igen, észrevettünk, sőt, van különböző szórakozó helye Budapesten, és nagyon-nagyon sok magyar emberek járnak oda, és nagyon-nagyon elfogadtak ezt a dánc, a mi kultúra nagyon-nagyon jól elfogadtak bennünket. Hoztunk otthonról, mondjuk a kubai szivar, amit mutattunk, póló, ez meg az együttesnek a póló. Hoztunk kubáó póló, ami rajta van a kubai zászló, meg a indróma. És akkor van egy CD-m, meg a szivarokat. Meg egy jó nagy adag, jó hangulatot. Ez a hangulatban ez mindig velünk van, akárhova megyünk. És nagyon büszke vagyunk, hogy a magyar közönsége elfogadtak bennünket, és mi örömmel adjunk neki a mi személy, a mi kultúra. A rendezvény egyik fénypontja a La Movida Kuba zenekar fellépése volt, amelyet 2009-ben alapított egy tehetséges kubai zenészekből álló társaság. A zenekar célja örömet nyújtani a közönségnek, és olyan élményben részesíteni a hallgatóságot, amely teljes mértékben visszaadja a kubai dallamok minden árnyalatát. Az együttes nem csak a zenével idézi fel a szigetország ízét, a latin táncok világába is bevezetik a közönséget különleges koreográfiájuk révén. Ez egy eredeti kubai az egész. Már ilyen 7 éves alapítottuk a zenekar, amikor jöttek a másik kettő kollega. És mindenfajta stílus eredeti kubai próbálom mutatni Magyarországon, hogy cha-cha-cha, salsa, guaguancó, ez a kubai estilo, de a többi próbálom nem csak ez, mert Magyarországon szeretik ilyen minden a fajta estilus latin zene, akkor jelzom még merengue, bachata, cumbia, reggaeton, keverik egy kicsi még. Ez ami szóltuk a zenekar. Hogy találtak egymásra? Hát én először itt voltam Magyarországon, és utána jött a Michel, és apukám Mexikóban voltam, és utána beszélgettük, hogy csinálunk egy utaz ilyen, és hívta az apukán, Michel, hogy ide jönne. És mondta, akkor jó, akkor megyek. És jöttek, és csináltuk a zenekar, mert nem ismertünk. Michel először jött, mert magyar feleségem van neki, és mutattak valaki át a szentelefonszám, és hozzá jöttük egymás, beszéltük, megnéztük, mit tudunk csinálni, sikerül az egész, és most már 7 éve megy a zenekar. A kubai zenészek életfilozófiájukban is a szenvedélyes, pozitív szemléletet követik. A La Movida együttes a kubai zene világával együtt az ott élők legendás életörömét is elhozta a magyar közönségnek. Egy pillanat alatt a színpadra varázsolták a karibi térség gyöngyszemét. Dolgozom minden héten, keddentől szombatig a Fese Club, a La Bodeguita del Medio. Ott játszom minden nap. Akkor már összeszokott csapat önök igazából. Ez igen, ez már jó. És hogy fogadja a magyar közönség? Figyelj, meg kell nézni a La Bodeguita, hogy milyen tele van folyamatosan. Keddentől szombatig sokan vannak. Mik a kedvencek? Milyen? Mik a kedvencek? Melyik dallamokat szeretik jobban? Táncolnak minden rá, vagy hallgatják? Mi a jelen? Táncolja folyamatosan. Szeretik minden. Bacsát, akkor táncolja. Még salsa kérnék. Most állandó kérem, hogy mikor lesz a másik lemez, most próbálom. Michel megy Kubába 24-én, visszajön, akkor már folytatok a lemez, próbálom a vigyázni. És folyamatosan kérni, hogy játszok ilyen dalok, hogy az ember tudja táncolni, bulizni. Meg kell nézni a bodegita, onnan fogsz tudni, hogy érzek az ember, amikor játszom. Sokszor mondják, hogy mi magyarok egy ilyen nagyon buskomor nép vagyunk, hogy szeretünk szenvedni, meg negatívan látni a dolgokat. Önök azért azon vannak, hogy ez a szemléletmód változzon, és inkább a boldogság, a kubai életérzés költözön a szívekbe egy-egy koncert alatt? Igen. Én 20 éve már itt lakom, és többször már beszéltem csomó barátok, hogy lehet pozitív lenni az élet. És 20 éve alatt tanítottam csomó ember már ilyen táncolni, salsa, bachata, minden. Egyre jobban az ember, hogy látni, hogy a probléma mindig van. De a probléma kell tenni oddal, mert az élet csak egy van. És az ember akkor próbálja pozitívot tenni az élet, akkor jobban érzi.
És ez a zene, a latin zene mellett, nagyon jó sikerül, mert egy csomó barátom mindig. Amikor jönne, megkérdezem minket, miért mindig boldog vagyok, milyen vida. Mert nem próbálom tenni a probléma, hogy előre, hanem hátrul. Mi vagyunk előre. Ha tenjünk a probléma előre, akkor meghalunk. Ez nem lehet. És azért próbáltam minden segíteni az ember, amikor ilyen van, akkor hogy lehet, mi lehet. És nagyon jó. A táncere egy mód. A táncere ilyen, hogy lehet táncolni vida. Csomó megkérdezi, nem tudom táncolni szálsza meg ilyen. Mondtasz, nem probléma, nem ez a lényeg. Kóli csomó vannak, aki nem tudja táncolni, de amikor szól a zene, legyen boldog. Mozdul, ahogy te tudod. Senki nem fogja bántani. Legyen boldog, ez a lényeg. Utána majd megtanulsz, ha szeretnék. A kubai szivar világszerte ismert védjegye a Szigetországnak. Egyik legelőkelőbb tulajdonsága, hogy kézzel készül. Az évek során kifinomult a szivarsodrás művészete is. Kezdetben kukoricalevéllel borították a szivart, de a spanyolok hamar lecserélték dohánylevélre. A Kuba Fesztiválon a szivarozás rejtelmeibe is beavatták stábunkat. Kubának az egyik meghatározó szimbóluma a dohány és a szivarozás. Igen, ez nagyon, nagyon fontos tudni, hogy ezt készen csinálják. Ez minden az elejintől a végig, ez az embernek a készen benne van. Ez a Kohiva szivar például, ez egy nagyon jó minősége szivar. Ez valamikor nálunk a Fidel Castro-nak a legkedves szivar volt neki. És hoztunk azért, hogy kubai szivar, hogy tudjak a magyarok, hogy mégis lássak személyesen, hogy milyenek egy kubai szivar, és milyen lehet vele szivarozni. Elsősorban ennek a végére kicsi le kell válni, és akkor nálunk vannak különböző szerszámok. Itt Magyarországon mondjuk a fópiskáló, belenyomjuk küszöpére, és akkor meg lehet megjutott, és akkor szép lassan, úgy nem szabad letudani, mert akkor tudom, meg a köhögés nem múlik el, és akkor csak éppen, hogy elszívunk, egy kicsi megtartjunk benne a szába, és akkor fújunk. Lágyabb és szenvedélyesebb dallamok is kedvet hoztak a látogatóknak egy kis latinos csípő mozgatáshoz. A nyár slágere a Despacito című dal is felcsendült a fesztiválon, a közönség legnagyobb örömére. Bye.
Ennyi fért már a kultúrcseppekbe, de visszanézhetik korábbi adásainkat a www.vkctv.hu oldalon. Tartsanak velünk jövő hét pénteken is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!